Na, szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk a déli pályaudvaron. Hát már ez is egy kuriózum, hogy én a déli pályaudvaron vagyok, mert ez konkrétan olyan ritkán szokott előfordulni, mint hogy piros hó essen, na jó, azért annál sűrűbben, de tényleg nagyon ritkán, hiszen minden vonat, ami ugye a déliből indul, és nekem mondjuk kell, az megáll Kelenföldön, én így mindig Kelenföldön szállok fel, és ezért nem jövök be a délibe, ugye ez nekem tulajdonképpen egy kitérő. Mai nap sem feltétlenül jöttem volna, csak azért kerültem ide, mert képzeljétek el, előbb elindultunk, mint kellett volna, ugyanis szóval, hogy elnéztem igazából a menetrendet, és korábban érkeztünk ide, mint kellett volna. Ugyanis hát véletlenül a Tópart Express menetrendjét néztem a Balaton Express helyett. Ugye a Balaton Express vonatokban van étkező kocsi, és hát igazából ebben a mai videóban ezt szeretném nektek megmutatni. Ugye tavalyi évben készült már erről egy videó, akkor tulajdonképpen az első között próbálhattam ki, és ugye akkor egy olyan szempontból újdonság volt, hogy hosszú idő után újra visszahozták ezt a köztudatba. Hát a mostani nap pedig azért izgalmas, mert hogy a tavalyi óta is újítottak, mind az ételeken, mind a repertoáron, és kíváncsi vagyok, hogy ez az újítás mit akar valójában, úgyhogy ki fogjuk természetesen próbálni. Hamarosan egyébként indulunk, és mindjárt fel is szállunk, ugye láthatjátok. Tehát, hogyha ti is keresitek az étkező kocsis vonatokat, akkor a Balaton Express vonatra szálljatok fel, ami ugye Keszthelyig közlekedik. Úgyhogy szerintem szálljunk is fel. No, amíg még nincsen fenn senki, mutatom nektek, de hát szerintem ez már tavalyról ismerős. Ilyen belülről az étkező kocsi, és ami újítás, az például az étlap. Ugye tavaly ez a nagyon nagy alakú étlap volt, de ez például tök jó, mert ilyenből jó sokat szórnak ide az asztalra, és például is tudod vinni magaddal. Ugye tavaly ott volt az asztal végébe kettő darab ilyen rendes nagy éttermi étlap, hát az ide szerintem felesleges. És hát ugye a szokásos dolgok maradtak, főtt virs és a többi, viszont lettek új hamburgerek, tehát például Vega Burger, meg a klassziknak, tehát a Short Burger volt tavaly csak, ha jól emlékszem, de most lett egy klasszik, egy Vega, hát ugye a menük azok már tavaly is megvoltak, de azt hiszem abból is csak ugye a startos volt. De most láthatjátok, hogy ugyanúgy, ahogy van klasszik burger, a klassziknak is van külön menüje. És igazából ami tavaly is nagyon pozitív volt, és ezt most is el kell mondani, egyébként így néz ki a menü, hogy az árak azok nagyon barátiak, tehát hogy tényleg egy nagyon normális árazás. Nem arról van szó, hogy itt ilyen éttermi árakra kell gondolni, hanem egy teljesen normális, azt gondolom, hogy bárkinek megfizethető történet. Szia! No, megérkeztek a kaják, én természetesen akkor a Start Burger teszem, illetve hát ugye menüben, de attól még egy Start Burger. Nagyon jól néz ki. Így néz ki a sztori. Ehhez természetesen jár egy fél liter sör, és hát a párom Summers vízik, illetve ő gluténérzékeny, tehát ilyen pogácsát nem ehet, mert ugye abban glutén van, és ő megkapta így. Úgyhogy nagyon rendesek voltak. Köszönjük szépen, és akkor jó étvágyat! Just call.
Balaton-Bogláron vagyunk, illetve hát a párom mondta, mert nekem fogalmam sem volt, hogy hol szálltunk végül le. Én elsörözgettem itt az utasellátóba. Szóval, mert hogy egyébként menet közben találtuk ki, hogy hol szálljunk le. Az utasellátóról pedig a véleményem az, hogy maximálisan egy jó szolgáltatás, és igazából ugyanazt tudom mondani, amit tavaly, hogy tök normális jó árakon, jó minőség, és el tudnám képzelni akár normál intercity-s összeállításokba is az étkező kocsikat. De például amiben most mi voltunk, olyanból 6 darab van, de nem csak ez a fajta étkező kocsi van, van egy másik típusú is. Talán tavaly abban voltunk, így videóban, úgyhogy ezt tavaly láthattátok. De ahogy néztem, visszafele is ugye foglaltam helyjegyet, és visszafelére is ilyen Balaton Expressben megyünk, és akkor hát egy olyat fogunk majd ki. Természetesen, ha már itt vagyunk, akkor kipróbáljuk a gömbkilátót is, úgyhogy mindjárt felmászunk oda tetejére, megnézzük a kilátást. Egyébként nem ingyenes, csak hogy tudjátok, hogyha esetleg erre jártok, 300 forint per fő, tehát nem egy vész, hasonló, mint Solymáron a várnál a sztori. Oha, és akkor innen a vasútra is van egy gyönyörű szép kilátás. Ott van a boglári állomás, ahol egyébként most ilyen vonatkeresztek is vannak, mint láthattátok. Nem tudtam, hogy menetrend szerint ott van. Annyira a balatoni vasútban nem vagyok otthon. Se a déli, se az északi parton. Arrives. The train goes on to Budapest Railway Station.